Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a Donkey Kong Country végigjátszás negyedik része, azt hiszem, és kalandjainkat az elrontott kürtös kalácsok erdeiben folytatjuk. Amit láthatjuk, bekerültünk egy ilyen rohadt magtár, vagy hogy hívják ezt? Mélykaptár, nem magtár. Megint nem tudom, hogy kell pacsizni. Szóval bekerültünk egy mélykaptárnak a belsejébe, aminek annyi a különlegesség, hogyha mézbe ugrok, akkor nem lehet menni, csak ugrani. Aminek semmi értelme nincs, de ez a játéknak a mechanikája. Egyébként valamennyire érdekessé is teszi. Nem arról van szó, hogy teljesen úgy van, hülye gyerek. Meg a falon is lehet így mászkálni ezáltal. Amikor végig így fog szaggatni ez a hülye játék, akkor baj lesz. Meg menteket nem is kell, basszus így. Főleg a csajjal megyek, a csajjal nem tudok menni, ugye ezt már... Jaj, fikáztam a leges szerencsétlent. De továbbra is fennáll, nem az ellenszervem, csupán a mozgás technikája által okozott kellemetlenségek miatt nem alakult ki bennem olyan erős szimpátia vele kapcsolatban. Nem tudom, miért beszélek, így fogalmam sincs, pedig tényleg nem is aludtam. Lehet, hogy azért, mert nem vagyok normális. Mindegy. Röpködök itt a... Azt hogy kell csinálni? Fölfelé kell ugrálni ezen a szarfalon, ami egy álom. Gyere, Donkey Kong, segíts rajtam! Luráris prizma! Tedd a dolgod! Na, pacsizzunk egyet, megfordulok, pacsizok, irányba állok. És utána mehetünk tovább. Uaj! Sün! Lol! Szóval tudom, hogy ott jön még egy, akkor nem így ugrok ám, tehát így... Hanem így! Azt a kurva, ez zseniális volt. Jó van, tök jó, hogy ott ez a hordó. És akkor már beugrottam úgy meg, egy kis tudok ugorni? Jó van, jó van. Nem adom fel. Soha nem adom fel a harcokon az darazsak ellen. Mert a rohadt sünök, miért csak ilyen szúrós ellenségek vannak ebben a rohadt játékban? Mármint, hogy érted, sün, meg darázs, ez mindenkit szúr. Ha valaki esetleg nem érted, mit mondok. Ha valaki esetleg kávét akar inni. És az oldalát is kell nyomni ilyenkor, hát ez zseniális. Ez így egy új elég kényelmetlen. Ezt régen billentyűzetre játszottam ezt a pályát. De most már ilyen kurva autentikus. Ja, hogy ez bánt. Tudod, ilyen kurvára autentikus próbál lenni, ezért azóta már kontrollára játszom, hogy néha meglepetésként ér, hogy... Mert hogyha kontrollára játszok, akkor csak egy ujjad marad az irány billentyűkre. Most ez mi? Ja, ott a fal. Lol, mi? Az úgy sokkal nehezebb irányokat váltani, mint két ujjal. Technikai 3 másodpercünket hallották, remélem ismét hangos információval szolgáltunk. Hangos, hasznos információval szolgáltunk. Reméljük legközelebb is nézik technikai 5 perc műsorunkat, amikor például olyan dolgokat tervezünk megosztani önökkel, mint például, hogy hogyan kell bedugni az USB-t. Nem, igazából megoszthatnám veletek azt. Jaj, bassza meg, és teszem egy történet az a baj. Megoszthatnám veletek azt, amikor beledugtam a jack dugót. A hangfal jackdugát véletlenül bedugtam az USB portba, és lekapcsolt a számítógépem, és utána nem kapcsolt be 10 percig, és ez még nem a történetnek a legjobb része. A történetnek az a legjobb része, hogy ezt már 3-szor megcsináltam szerencsétlen számítógéppel. Gondolom kap valami zálatot, vagy nem tudom. Még szerencsé, hogy nem kurtam el az egészet örökre. Úgyhogy, technikai 5 percünk következő részeként azt a tanácsot tudom adni, hogy ne dugjátok bele a jackdugót az USB portba, mert nem jó. Még véletlen se. Ez, hogy koncentrálunk ilyen. Bazd már meg magad. Most honnan megyek, onnan akármilyen ládát is, hogy kinyírjam. Most komolyan, most mi ez a játék? Nem érzem magam... Nem érzem a kapacitást erre most, hogy ezt így végig fogok játszani egy egész képernyő szenvedés nélkül, főleg, hogy egyszer meghalok. Persze igaz, hogy ez már az 5. képernyő, vagy 4., nem tudom. Lehet, hogy a játéknak a részcímét is elkúrtam. De az a lényeg, hogy egy kis nehézség már belefér valójában, de nyilván. Az egész, jaj, állítólag ez, vagy elvileg ez a játék nehezebb, mint a DK1. Úgyhogy simán lehetséges, egyszerűen csak. Tehát
ez tök normális. Úgy van, hordóstól ráborgott sűnre. Most meg lefelé esek. Most meg... Anya! Egy 5 centivel feljúzottam. El is mentem gyorsan. Köszönöm. Megvárom a sűnt. Hát... Fordulj meg, úgy van, rohadt szemét, irányjelző vagy valami, szerinted honnan tudja, hogy megfordulsz? Jó van, így is jó. Ne akartam tartani a holdot, most tuti jobb lett volna. Úgy van. Tényleg nem koncentrálok. Na, ez hatékony volt. Pók, megint honnan lett volna pók? Valamit nagyon rosszul csinálok, nincs pók. Jó, hát ott a pálya vége. Úristen. Azt a kurva. King. Burger King. Múltkor néztem szomszédokat, mert szoktam szomszédokat nézni. És abban mondja a Julcsi. De már mi volt az a másik? Konkalics. Na, bemegyek. És azt mondja Júlcsi, hogy van ez a munkalehetőség a Burger Kingbe. Sziasztok drágáim, Mrs. Wrinkly Kong vagyok. Én vagyok a izé... Save Game. Ó, na, itt kell menteni, ezt jó tudni, eddig rá se jöttem. Játék negyedénél járok. Ajhaj, én azt hittem... Secret Doors. Ezt tudtam eddig is. Mi az a roll jump? Ha ezt is tudtam, most ezért jöttem be megtanulni, elkötöttem rá egy pénzt. Kidobott pénz. Vissza még megfenyegetve a nőt. Kiveszem a... Leveszem a izéjét. Parokáját, ha nem segít rajtam. Vagy ha nem adja vissza a pénzt. Hú, ez azt hiszem kurva jó pálya. Jaja. Ezt szeretem. És hányszor el fogom kúrni, és most mi, hogy ilyen gyors, ezért menteni se tudok normálisan. Az a lényeg, hogy minden ajtó előtt ki kell nyitni az ajtót. Ahogy az majd az látszik. Azokat a holdokat, és attól nyílik ki az ajtó, és amúgy ha ezt nem csinálod meg, akkor meghalsz! Legalábbis egyszer csak az egyik majom. Meg itt tök jó a zene is, tiszta Disco Fever. Most holdókat dobál ez a kis... Ugye gyerek, jó, kinyitottam. Az ajtó kinyitás után el tudom menteni mégis. Ja, na, ez az, amit nem kellett volna, mert ilyenkor hallok meg, úgyhogy ezt... A piros holdokat nem szabad fölvenni. Nem, mert itt van előtte az ajtó. Tanultam a hibáimból, felelősségteljes felnőtt vagyok, azért is játszom... azért is fogom azt csinálni. Hogy fölvetem magam oda. Legyünk korrektek, legyünk... lelkesek. Na jó. Szarjuk le. Ez így nem jó. Megint rossz elmentettem el majdnem, félig. Úgy van. Szerintem, hogy mindig van itt ilyen kocsi ide készítve. Késítve. Hú. Ez elég jó reflexes volt. Amúgy tökéletlen lenne a hullámvasút. Ilyen koponyás, ami biztos van. Nem jár Vidámparkba, meg nem vagyok Amerikában. Mondjuk szerintem a Pesti Vidámparkban lévő hullámvasút is elég holdoros, ahogy kinéz. Úgyhogy... úgy van, úgyhogy valójában valóra vált a kívánságom. Van holdoros hullámvasút Pesten is. Csak nem koponyákba ülünk. Hanem sárkányba. Igen, most össze is veszek tényleg, de mindegy. Ez van, ma ez egy ilyen nap. Meg egy olyan nap, hogy a darazsak seggére ugrálok. Nem akarok a darazsak... Hoppá! Azt a rohadt! Skill, ott van a skill, akkor a skillem van, hogy nem fér bele az ajtón! Most ez komolyan? Ez gyönyörű volt, megint szar helyen mentettem el konkrétan.
így kellett volna, ezt így kellett volna, jó, most meghalok, vagy tovább megyek. Tehát jutok, kijutottam, uuuu! Köszönjük szépen a közreműködést! Na, gyere! Csáé! Ez kaptunk egy életet, ami annyira fontos, úgyis mindig elmentem. Más a zene. Bramble Scramble! Még egy ilyen pálya fantasztikus zenével. Azt hiszem múltkor néztem valami gyereknek a... Szóval valami gyereknek néztem a Top 10 Donkey Kong pályáit. Tehát az összes mind a három Donkey Kong Country részből. Mit csinálok? Miért esek le? Ott egy még ott föld van. Akkor nincs már föld, oké. Okay. Kösz, hogy szólsz. Szóval ez volt a kedvenc pályája. Meg is értem, azt hiszem. Meg is értem, mert ez ilyen... Ez, itt van minden. Mászkálás. Halál, elhalálozás. De komolyan, még ezt a játékot... idegtépő lenne játszani, hogyha nem mentegetném el. Még így is idegbajt kapok néha tőle. De úgy meg. Jó. Ezt a sietetlenséget fel akarom ám venni én. Papagáj is van. Poing! A krumpliköpő papagáj. Azt mondtam, hogy ez kókusz, de ez hülyeség, ez nem kókuszdió. Miért köpne egy papagáj kókuszdiót? Semmi értelme nincs. Ez egy krumpli. Krumpliköpő papagáj. Kapagáj. Krumpliköpő... krumpliköpő papagáj. Mondjátok a háromszor egymást nem gyorsan. Krumpliköpő papagáj. Krumpliköpő... Krumpliköpő... Krumpliköpő papagáj. Krumpliköpő papagáj. Krumpliköpő... Na mindegy, na jó kis nyelvszerű lett belőle. Krumpliköpő papagáj, krumpliköpő papagáj, krumpliköpő papagáj. Oké, okay, nem olyan lehetetlen, csak én vagyok beszédhibás. Ohó, meglőttem a kamput. Na lefelé menjél, ne fölfelé. Ajaj. Köszönöm, biztos urak. Legközelebb találkozunk. A halálban! Most leszarom a banánt, úgy se kell. Ez elég idegesítő amúgy. Ez egész. Hát, hogy nem érzem komfortosan magam, úgyhogy nincs stabil talaj a lábam, soha. Anyád, mekkora király vagyok. Ezt nem gondoltam volna rólam. Na t- Krumpli általi halál. Az ítélet. Rohadt darazsak. Nem tudom miért rám, hogy mindent felszedek. Biztos azt akarom, mert ez kúra videó is fél órás legyen. Egyre hosszabbak a videók. Amit elhiszem, hogy némelyetőknek tetszik. Mármint ennek nagyon örülök, hogy minek valakinek tetszik, hogy hosszú a videó, de szerintem az emberek figyelme nem tart ki 15-20 percnél tovább. Az enyém se, hogy őszinte legyek. És nehezen nézek végig ilyen 20 pár perces videókat már végén. Csak olyan nehéz beosztani. Kedves naplóm, már arról beszéltem, hogy milyen nehéz az életem, amiért videókat csinálok, és milyen nehezen osztom be az időmet, vagy a videók idejét, meg össze-vissza nem tudok beszélni se, úgyhogy inkább a játékra kell koncentrálnom, mert nem is haladok előre. Szóval... Ó, hát ez egész frappáns megoldás volt. Jó, köszönjük a közreműködést, Lajoska. Úgy van! Na, várjátok, az a baj, hogy elzsibott a lábam. Tudom, hogy meghaltam, de majd mindjárt visszatöltem, csak fészkelődnöm kell. 1, 2, 3. Szünet, most lőjél, ez az. Szóval itt valami már taktikát is be kell vezetni. Ez tök jó. Tiszta technikás. Nehéz viszonylag. Úgy van, ezek a bogarak. Jaj, most azt hiszem meg fog halni. Rágoldatnám. Kérlek a bogarakra.
hogy képzeld, hogy föléledsz? Egyáltalán. Gyere. Kinyillak, meghalsz. Jó van, ennyit erről. Leszarlak. Laza vagyok, leszarlak. Ó, még egy papagáj. Krumpli támadás! Újra. Na, azt már mondtam 26-szor. Nem értek az N betű. De ott van, ha akarjátok, vegyétek föl. Úgy van. Na jó, nem érdekel, mert most nincs kellem újra csinálni. Jaj! Mi a szar? Hú, hát ez csodálatos volt, köszönöm szépen, hogy körbejöttem. Azt hittem oldalra kell menni. Basszus, ez sokkal gyorsabban ment. Úristen, ez is a csaj miatt van? Hát megőrülök. Nyomkod, mint az őrült, szétzsibbad az ujjam. Aztán nem is haladok. Sziszifuszi küzdelem. Sziszifuszi. Takarodj! Na, most már ki ne nyírjatok. Most egy csaj... Jézus, hát alig halad. Ez nem normális dolog. Most nézd meg! Úgy van! Na jó, most fogom itt... feladni a játékot. Most már elkúrtam. Jézus, hát nem tudom ennél gyorsabban nyomkodni. Na, látjátok? Ott vezetem, ahol meghaltam. Lehet gratulálni. Szóval igazából meghaltam, most kezdhetem előre az egész pályát. Nem, nem az egész pályát. Meg is őlök. Na. Ó, Istenem! Elvesztettem a képességemet bármire is. Van, nagyon jó, hát tudom, hogy ott vagy. Na, azt hiszem, most tényleg sietni kell. 80 perces lesz ez a videó. Ez a hülye csaj miatt van. Vagy most vagy a papagáj volt a hibás, vagy a csaj. Végképp nem én. Az lehetetlen, hogy én vagyok a hibás azért, hogy meghaltam. Hát én tök jól játszom. Mit gondoltok? Persze ez csak kamu, valószínűleg én kurtanál. Hát ezt nem hiszem el. Komolyan, ezekbe... ebbe a játékba nem bírom kinyírni ezeket a bogarakat. Ez a legnagyobb ellenségem. Ez a két szar bogár. Köszönöm. Közreműködést. Na, most majd megpróbálom nem ott elmenteni, amikor meghalok. Mert abban mondjuk jó vagyok. Hát megint. Mi? És akkor hogy kell itt lemenni? Itt akkor konkrétan nem férek el, ugye azt mondom? Na. Konkrétan ez egy halál ez a pálya. Most már főleg is tettem magam. Be is égek, olyan béna, mint az állat. Elmentettem, amikor meghaltam. Megőlök komolyan. És megint elkúrom, megint nem tudom, hogy fölfelé kell menni. Jó, én mindjárt fogom fejezni ezt a videót. Hát mondjuk igazából örülnöm kéne, hogy nehéz a játék, mert minden csak végigrohanok, most már legalább itt szenvedek is vele. Bár nektek, nektek szerintem ti jobban örültök, mint én! Jó, várjál, még egy kört. Hát ez... úristen, 2 milliméteren múlott, úgyhogy megint lenyomkodtam a bőrt az ujjaimról. Még a hangom, meg a szavam is elakad, annyira ideges vagyok. Ez a világ legjobb pálya, az lehet, de ez a világ legidegesítőbb pálya is. Jó, nehéz.
Persze egy jó pályának nehéznek is kéne legyen, de hát most könyörgöm! Hol haltam meg az előbb? Gyorsan! Az hogy került oda? Nem is volt ott. Ez csak ott termett egy darázs. Nem érzem az ívet, gyerekek, kurva nem érzem itt a kanyarodásnak az ívét. Ó, most jó helyen mentettem el. Ó, majdnem. Elővették itt a legidegesebb ellenségeket, meg az legidegesebb pályaelemeket, és egy... Most biztos jöttem, hogy meghaltam. És egy pályára behelyezték. Ne dobálj! Ja, mert belemegyek a tüskébe. Akkor azt mondjad. Jó, nem is érdekel. Csak legyünk túl. Na jó, azért ennyire nem lehetek folyatékos. Hol kapsz egy életet? Micsoda gyönyörű kompenzáció az összes traumához képest, amit átéltem. Ez egy nehéz volt. Meg vagyok ijedve, nem fogom tudni végigjátszani a játékot csak 28 óra alatt.